A hagyományokhoz híven idén is a Szent István parkban felállított emlékműnél tartották meg a nemzeti gyásznapot Tolnán. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. A szózat soraival kezdte meg beszédét Herczig Lászlónő önkormányzati képviselő az október 6-ai megemlékezésen. Ezt követően többek között a magyar népet méltatta, amely az évszázadok során rengeteget tett a szabadsága kivívásáért. És mennyi elnyomásra, megaláztatásra volt szükség ahhoz, hogy 1848. március 15-én elkezdődjön az a mindent elsöprő forradalom, mely alapjaiban rengette meg az osztrák-magyar monarchiát. 1848 őszén megkezdődött a magyarság önvédelmi háborúja. Gábor Áron sárba ragadt ágyú talpait együtt tolta elszökött zsellér és fellázadt birtokos. Nem volt ott úr és paraszt vagy nemes. Csak az országért küzdő emberek álltak ott vált-válnak vetve, szemben a rájuk fenekedő kétfejű sassal. Hősök születtek. Legendák kaptak szárnyra, Damjanich tábornokról, Bemapóról, Török Ignácról és azokról az emberekről, akik részt vettek a hadjáratokban, a hazavédelmében. Győztes csaták sora bizonyította elszántságukat, önfeláldozó tetteiket. A császári udvar rádöbbent, hogy egyedül nem képes legyűrni Magyarországot. Segítségül hívták Európa zsandárát, az orosz hadsereget. Az orosz segélycsapatok Hajnau császári seregével egyesülve óriási túlerőt képeztek a honvédsereg számára. Bemapó és Görgei tábornok nem tudták a csapataikat egyesíteni a végső harcban. Bem tábornok teljes vereséget szenvedett a temesvári csatában, Görgei tábornok pedig világosnál harc nélkül letette a fegyvert, 1849. augusztus 13-án. Ezt követően képviselő Hajnau tábornok az osztrák csapatok főparancsnokának írt levelét idézte. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden császári királyi tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestül írtom ki a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal. A magyarok 300 év óta mindig lázadók. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Szavait be is váltotta. Összesen 1766 megtorló vészbírósági ítéletről van nyom a haditörvényszék dokumentumaiban. 1849. október 6-án gróf Battyányi Lajost, az első független magyar kormányminiszterelnökét Budapesten főbelőtték. Ugyanezen a napon Aradon 9 vértanút a megalázó kötél által, 4 mártírt pedig golyó által végeztek ki. A képviselő beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a magyar emlékezet sok-sok emberöltön keresztül megőrzi, nem engedi eltűnni mártírjai csodálatra méltó cselekedeteit. Országszerte és határon túl emlékhelyek, emlékművek, utcanevek sokasága hirdeti 1848 igazságát, tekintet nélkül arra, hogy túlélőkről, szellemi vezetőkről vagy kivégzett áldozatokról legyen szó. A szabadság eszménye, a nemzeti függetlenség iránti vágy pedig bennünk él kitéphetetlenül. Benne él a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves része lett.